És már itt is vagyunk az Alfa Hullám műsorában. Köszöntök mindenkit a vendégünk, Ráci Irén. Nagy mosolyjal itt van velünk. Hello, hello, sziasztok. Köszöntelek téged. Az első és legfontosabb kérdésem, amit neked szegeznék, hogy amikor utána olvasok egy kicsit az életednek, mindig egy nagy miért felirat villam fel nekem, hogy, hogy egy törékenynek tűnő nőként Köszönöm. miért keresed a férfiakat is szét törő kihívásokat. Hát ö, lehet, hogy <laughs> igen, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, és, és most, hogy így beszélget, tehát így nem, nem szoktunk ilyenről beszélgetni, senki nem szoktam megkérdezni amúgy, hogy, 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 hogy miért, miért, csinálod, vagy vagy, 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 hogy kezdted el, vagy ki inspirál, vagy valami. Úgyhogy ö, szerintem neked fogom itt először ezt elmondani, így főleg így, így, így nagy közönség előtt, hogy, ö, hogy ö, én tehát én úgy érzem, és én szerintem tehát elég ö, feszélyes nekem a múltam, a gyerekkorom, és ez, ez a hozatala, hogy, hogy nekem a sportba kell megtalálni illetve leküzdeni azokat az akadályokat, amik, amik előfordulnak, amik kialakultak, ami, ami kísért, vagy, vagy tehát ami, ami teljesen bennem van. Tudni kell, hogy nekem a családomban senki nem sportol például. Hát lehetőség se volt rá. Hát ha most így el kell, el kell mondanom, akkor tehát én már nagyon-nagyon kiskoromban Intézetbe kerültem. És hát ugye lehetőség se volt rá, tehát ugye a család. Nekem az szüleim azok meghaltak, és tehát nem volt lehetőségem megismerni akár a, tényleg a családot, a rokonságot, vagy bármit. Hallani hallottam, hogy nagyon-nagyon szegény sorsba éltek. <hül> és ez ez lehet egy, lehetett tanul egy inspiráció, hogy én nem szeretnék így, ilyen illet körülmények között élni, illetve hát nem kihasználni a lehetőséget. És szerintem így lehet, hogy így, így az én genetikámba, tehát én, én ezt örököltem tőlük, nem, nem azt, hogy, hogy, hogy nyomorogjunk, vagy, vagy tényleg életszínvonal alatt próbáljunk megélni, hanem nekem tényleg ez egy motiváció volt, hogy én nem szeretnék oda kerülni arra a sorsra. És hát nem sok mindenhez értettem, viszont a sportban szerintem úgy, úgy megtaláltam azt, azt, aki talán tudok lenni. Úgyhogy ez, ez szerintem ez így a háttere, ami, ami, ami hajt előre, és, és pont emiatt én mindig azt érzem, hogy nekem küzdeni kell. Nem akarok ebben abszolút indiszkrét lenni, tehát nyugodtan lepasszolhatod, ha olyan kérdést teszek fel, de a, a szüleidet balesetben veszítetted el? Hát nem. Hát amúgy szerintem nagyon sokan vannak így, akik emiatt kezdik el a sportot. Uh -huh. Tehát azt tudni kell, hogy a szüleim azok alkoholisták voltak, szó szerint egy szobakonyhába nőttek fel, és hát az apám az öngyilkos lett, és édesanyám pedig az később halt meg. Uh -huh. És szerintem még sosem mondtam azt, hogy édesanyám, mert hogy nem ismerem őt, és nem is mondanám azt. Ugye ennyire é. fiatal voltál, amikor ezek ez, történtek? Ez, ez, ez két éves koromban történt, úgyhogy... Nincsenek emlékeid így a... Vannak emlékeid az Én egyszer találkoztam az anyámmal, de még kicsi voltam, illetve az a közeg, amiben találkoztunk, és az a felfogás, az nem mondhatni azt, hogy ez egy szülői gyerek közötti kapcsolat, vagy családi. Tehát én nem, nem éreztem sose azt, hogy ők a családom. <laughs> vagy... Akkor ez egyfajta hajtóerő volt. Ugye intézetbe kerültél, ez itt történt Magyarországon. Hova a kerültél? Ö, ez itt történt Magyarországon. Hát én konkrétan nem emlékszem. Mi kisvárdám mellett tornyos laktunk, úgyhogy a legközelebbi intézetbe. Viszont ö, ott ö, nem voltam, csak max egy fél évig. Onnan egy nevelőszülő, egy nevelő családhoz kerültem. <laughs> Ez. Ja, akkor te relatíve keveset töltöttél intézetbe? És... Ö, igen. <laughs> Vagy az te nem így élted meg? Sok volt. A családhoz kerülni nem biztos, hogy egyenlő azzal, hogy nem egy olyan légtérbe vagy, mint maga az intézeti légtér. Aha. Tehát, hogy azért annak is van hátulütője. Mi egy, én egy olyan családba kerültem, ahol utógondozással foglalkoztak, többnyire és nagyon sok gyerek volt. Ja, mert vannak olyan, olyan családok, hogy... akik erre szakosodnak. Akik így átmeneti, igen, agy átmenetileg kerülnek hozzájuk a gyerekek, ugye, ugye egy-két évig ott vannak, még a, még a szülők ugye nem kerülnek olyan anyagi háttérbe, vagy olyan lehetőségbe, hogy visszakerüljenek. Uh -huh. Úgyhogy mi, mi rendszeresen a mi családunkban ilyen, tehát tíz fő alatt sose volt gyerek. Ja. Mindig felette. Aha. És ö, mert ugye a legtöbb embernek, ez ugye nagyon távoli, esetleg filmekből látunk ilyet, hogy, ö, hogy hogy működik, ez elkerülsz egy ilyen családhoz, ott van tíz gyerek, és és akkor hogy, 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 hogy megy a minden nap hogy mennek a mindennapok? Hát ugye ö, ez a Igazából függ az, hogy milyen a családnak a beállítottsága. Ott nálunk ugye az volt, hogy a nevelő apám dolgozott, és akkor a nevelő anyánk az pedig otthon volt velünk, uh -huh. úgyhogy ő rendezte ezeket a gyerek körüli dolgokat. Igazából ugyanúgy jártunk óvodába, iskolába, tanultunk, dolgoztunk, takarítottunk, házit írtunk, ettünk, ittunk, úgyhogy annyi, hogy sokan voltunk, ugye, és ilyen kis feladatokra lettek osztva az egész élet, az egész háznak az élete, és akkor ez egy, ez egy teljesen más családi rendszer, mint egy, mint egy igazi család. És abban a családban nőttél fel végig? A, mondhatni, hogy végig, hát így 16 éves koromig. És ott folyamatosan váltogatták egymást az idézőjelesen testvérek? Igen, tehát mindig jöttek és mentek, úgy mondhatni, én, tehát hárman voltunk, akik is stabilan ott voltunk. Nekem nem volt hova visszamenni igazából. A, a másik testvérem, tehát ő ő is ott, tehát neki se volt lehetősége hazakerülni. Úgyhogy mi ketten-hárman ott stabilak voltunk, de folyamatosan jöttek-mentek, jöttek-mentek a gyerekek. Uh -huh. Ezt hogy érzed, mik, mik voltak a 16 éves korodig a legnagyobb kihívások? Őha. <laughs> Ez már tiszta pszichológia. <laughs> Figyelek ám, Peti. Legnagyobb kihívások, rengeteg sok kihívás volt. Annyi, hogy nem, tehát tényleg nagyon messze kerültünk a családi légkörtől. Uh -huh. Nagyon sok olyan dolog történt, ami ami, ami benne marad az emberbe, uh -huh. és és a sport által próbálja ugye ezt feldolgozni, Hát én, én nagyon, tehát, hogy nem éreztem azért sose családnak a családot. Uh -huh, uh -huh, Szerintem uh -huh. ez volt így a legnagyobb kihívás. És akkor már ott uh, rá a sportnak a terápiás hatására? Ezt uh, teljesen magamtól, amúgy. Uh, nevelőszüleim nem nagyon támogatták ezt a sportot, hát lehet, hogy hallják, vagy nem, de teljesen mindegy. Tehát én titokban kezdtem el például edzésre járni, uh -huh. mert, mert hát már akkor éreztem ugye, akár lelkileg, fizikailag, hogy nekem szükség van erre a mozgásra. Uh -huh. És hát igenis, iskolába, Tehát ugye én elkezdtem kis titokban edzésre járni, aztán utána később ugye kiderült, hogy hát menni kell versenyre, hogy azt már csak meg kell mondani. Ja mert mire <laughs> Így, jártál hogy, először? Én legelőször kézilabdával kezdtem, kézilabda és atlétika, ami volt így az iskolákban, a kis diákolimpiákra mentünk, és hát igen, és akkor utána ugye menni kellett versenyre, kitudódott, utána már azért nem, tehát nem zárkóztak el tőle, engedték a lehetőséget, hogy, hogy csináljam. Úgyhogy én utána jobban is megtaláltam magam a sportban, mint a tanulásban. <laughs> akkor a sport az lényegében egyfajta második család lett, és egyfajta levezetés ennek a folyamatosan felgyülemlő feszültségeknek? Az a, az a közeg lett, ahol, ahol, jól tudom érezni magam. És meddig tartott így a sportba való poltolózás, vagy így az általános ilyen kis amatőr sportok? Mikor, mikor vette kezdetét az, amikor, amikor már elhatároztat, hogy valami profib, nagyobb kihívások kellenek az életedbe? Ez szerintem teljes, elég későn jött. Tehát már általános iskolába ugye ilyen, mondhatni, ilyen 7 -dik, 8 kezdtem el sportolni, még akkor talán elfogadható, ez már a mai világban elég késő volt, is, és, és akkor, tehát ugye mi Máté Szalkán laktunk, és ott nagyon-nagyon kevés lehetőség volt akár egy, egy küzdősportot elkezdeni, tehát még alig ismerték ezeket a dolgokat, illetve ugye teljesen más, tehát nem egy sportcsaládban nőttél fel, úgyhogy neked ezt mind-mind meg kellett találni. Én az egy a főiskola évei alatt találtam meg azokat a sportokat, illetve azt a mentalitást, azt a hajtóerőt, azt a küzdést, ami ami, ami szerintem még mind a mai napig, tehát bennem van. És hova jártál főiskolára? Nyiregyházára. Ott a hatás, ott volt valami testnevelési? A nyiregyházán a ah, volt testnevelés, én tesi bioszra jártam, uh -huh. és hát mellette pedig elkezdtem ugye a küzdősportot. Azt Nyíregyházán? Azt már, azt már középiskolába elkezdtem. Egy Nyíregyi Egyesület, ugye kijöttek hozzánk a suliba, és akkor ott elkezdték az edziseket tartani, és az érdekes volt, mert száz, százan jártunk így az első edzésre. Ez melyik klub volt? Ez a... Hát Károly István, nem tudom, nem mennyire ismered. Ez ö... Kiu, volt? Ez kickbox volt. Kickbox, kickbox, volt? kickbox, kickbox. Aha. aha. Én azzal kezdtem a küzdősportban, nekem az az alapsportágam. Ott nyíregyen nagyon jók a kickboxosok. Bizony, bizony, bizony. Gönci team, a Gönci team az az, az, az ilyen top, top tízes. Bizony, bizony, bizony. Ha, úgy, nem top 5 ötös. Igen. Ö igen, akkor is nagyon-nagyon jók voltak. Tényleg kiártak hozzánk a súlyba edzést tartani, és a száz emberből egyedül én maradtam, aki, aki, egy fél év után úgy akkor kicsit komolyabban tehát kezdte el csinálni. Ugye, akkor már bejártam edzésekre is, de, de a főiskolában is ugye volt sporták, tehát választani kellett ott kézilabda csapatba, ami ment, de, de azt, azt nagyon kevésnek találtam. <laughs> Úgyhogy én mindig kerestem, hogy akkor menjünk, menjünk, menjünk. <laughs> és akkor elkezdted a kickboxot a főiskolai éved alatt, és akkor ott már versenyeztél is? Rá egy fél évre ott már, már versenyeztem. Aha. Akkor lényegében kickbox alapjaid voltak? Úgy léptél? Igen, igen, igen. A harc világába, küzdősportok világába. Igen, álló, tehát az álló harc, ami volt eleinte, úgyhogy utána meg pedig csak bővült a... És az hogy ment? A kickbox. Ez, ez mikor? Milyen évet írunk? Köbö? 98 körül. Az 98. Uh -huh. Aha, ilyen. Nagyjából. Azt hiszem. Lehet, hogy később, sőt, valószínűleg, hogy később, mert, mert a főiskolára 2002 körül kerültem, úgyhogy úgy, az évszámokkal nem vagyok olyan stabil, de lehet akkor inkább egy ilyen 2002 is a körüli időpontot uh -huh. jobban meghatároznék. Nagyon régen volt. Hát így, így mindig mondom magamnak, hogy hú, már ezt 10 éve csinálom, ezt már 20 éve, fú, ezt már most már 30 éve benne vagyok, úgyhogy van tapasztalat bőven. És akkoriban milyenek voltak a, a edzések? Mert ugye, te egé akkor, akkor kezdted, akkor egy egészen húsz éves periódus látsz már most már át. Igen, tehát mondhatni, hogy még így az ős alapok, tehát amikor mi jártunk, tehát ott kötelező volt még a, a tiszteletadás, a köszönés, a, az egyenruha, tehát az, hogy, hogy bementél, és, és neked sorba kellett állni, úgyhogy meg mm. nem mozduljál a folyamatos akár a fekvőtámasz, vagy a vizsgákra való felkészülés, tehát nagyon-nagyon komolyan csinálták, és vették is, ugye. De akkor még, még, lehet egy kicsit mondanám, nem az, hogy szigorú volt a rendszer, de, de más volt a szellemi felfogása. Nagyon nagy szigor volt. Emlékszem, amikor én is kiukusinoztam, hogy olyan, olyan vasfegyelem volt, ami elképzelhetetlen. Tehát, hogy most már nem nagyon tudod megvalósítani, mert teljesen más már a korszellem. Most már előrébb került ugye a mozgás, az egészséges életmód, az, hogy tényleg a gyerekek mozogjanak valamit, ami, ami tényleg nagyon-nagyon fontos. Régen pedig oda bekerülni egy kiváltság volt, hogy húha, most mi, vele járunk. Nem, nem vagánykodtunk vele tényleg, de, de ő megtiszteltetés volt, és jó érzés, hogy abba a csapatba tartozol. Milyen nehéz volt régen bekerülni ebbe a csapatokba? És a, tehát a, vizsgákat, tehát olyan komolyan kellett venni, hogy, hogy tényleg, hogy mintha az, 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 az annak ott meg kell lenni, csinálni. Igen, 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 igen. igen. Ja. És ahogy a, lezajlottak a, a kickbox dolgok is elvégezted. A főiskolának voltak más eseményei, hozadékai a kickbox mellett foglalkoztál mással is? A, a kickbox mellett, ugye, tehát ott elkezdtem a mellette az ökölvívást is. Az is elég jól ment, jó, hát ugye állóharc, és utána a kéz, viszont jött mellé a futásnak a szeretete. Hát ugye a folyamatos súlytartás az, hogy beöltöztél három melegítőbe, és elmentél futni, mert meg kellett hozni a súlyt, ezt hozta magával, hogy közben viszont, és nagyon nehezen ment a futás, közben viszont így, így annyira megszerettem, hogy, hogy mondhatni, az lett az egyik másik olyan szenvedélyem, amit, amit bármikor csinálok. És a, a milyen típusú futás, ami, amiben beleszerettél? A terepfutás. terepfutás. És ez a hosszú távok érdekeltek inkább? Vagy a eleinte még az ilyen 5, 6, 8, 10? Mondhatna, hogy inkább csak a hosszú. A legrövidebb táv az ilyen 7-8 kilométer volt, de az annyira gyors volt, hogy ezt nem élveztem. Hát uh -huh. muszáj inkább tényleg egy tíz felett minimum egy táv, hogy, hogy az, az élvező, élvezhető legyen. Uh -huh. Hát akkor, mert ugye szoktam mondani a futók, hogy a, a futásnak ez a repetitív és meditatív állapotba való kerüléséhez szükséges ez a tíz kilométer átlépése. Hogy utána lépsz egy olyan tudati állapotba, hogy szinte csak úgy megy a test. Ezt amúgy még nem hallottam, tőled hallom először, úgyhogy de, de nagyon van benne olyan dolog, ami tényleg ami jellemző rám is, hogy, hogy megfelelő mennyiség után érzem azt, hogy ez, ez most lehet, hogy már fáj, de, de viszont jól esik fejbe. Kifutod, kifutod magad. Mindig. És a futásban is versenyeztél? Vagy ott csak magadnak csináltad, és főképpen kiegészítésként a küzdősporthoz? Öm, Anno mikor a, a kickbox és a küzdősport ment, elkezdtem a futást is, és az akadály és a terepfutást. Ugye van a Spartan rész, ugye, meg mellette egy-két ilyen kisebb kis terepfutó versenyek. Én beneveztem, többnyire ugye haverokkal mentünk, és azért neveztem be, de jobban én előnybe részesítem, mikor elindulok egyedül, és akkor azt teljesítem azt a távot a boxban ugye országos bajnok lettél. Uh -huh. Ez mikor történt? Ez a, ez a főiskola, a főiskola, főiskola Főiskola, főiskola úgyhogy 2005 körül, 2006. Nagyjából 2006. már beazonosítottuk. <laughs> igen, 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 úgyhogy ez, ez akkor, akkoriba. És a boxot utána elhagytad? A boxot elhagytam. Mondhatnám, hogy unalmas volt egy kicsit, túl sok volt a szabály. Uh -huh. Ami, ami tényleg így megállította a meccs meneteit, ugye, tehát most fent van a kezed, ne hajolj miért, de nem éreztem egyenlőnek a pontozásokat néha. Előfordul, ugye, <laughs> minden sportágban, nagyjából itt is előfordul, hogy, hogy ki a jobb, vagy, vagy ki nem a jobb. Én úgy gondolom, abszolút belejár. Tehát, hogy nem is, nem is volt ezzel semmi gondom, de úgy éreztem, hogy ez így nagyon sivár. Uh -huh. Ebben nem tudom kijelni magam, én például. De de aki szereti a boxnak a, a ritmusát, a szabályait, az viszont ö, ügyesen meg tudja ezt oldani. <laughs> Ahogy véget ért a box, gondolom véget ért a kickbox is, igaz? Az meddig maradt az még? Mm, jó kérdés. Na. <laughs> Maradt a kickbox, az maradt, igen, és még a box is amúgy, tehát így a kettő ment párhuzamba, és akkor közbe jött ugye a Földharc, és akkor utána meg a Ketrec. Igen, mert a földharc az olyan 2005 6 7 be tört be, és inkább... Még, igen, még szerintem mi voltunk így az úttörői igen, így van, lányok így van. Közöl, hogy meg, meg, akár fiúknál is, hogy, hogy akár kisebb földharc gálákat, tehát ugye kis amatőr, még teljesen más rendszerben, amik, amik elkezdőd, elkezdődtek, itt Magyarországon. Hát igen, Debrecenben is ilyen 2005 környéke, amikor az első esetleg jitsu vagy grappling klubok, ugye, vagy a kempó is, aki foglalkozott földharccal megjelent. Tehát ez teljesen új volt. Igen, igen. Teljesen új volt. Igen. És akkor beleszerettél ebbe a földharcos grapplinges irányzatba is? Nagyon, nagyon, nagyon. Én mondhat, hát még ma is csinálnám szívesen, de tehát annyira be vagyok. Időm nincsen, meg már azért idős is vagyok, tehát ezért tudni kell, de, de én szerintem az a, az, a, az a sportág, ami így a szívem csücske. Amúgy <laughs> ez egy nagyon, nagyon, érdekes sport, mert amennyire nagyon erőteljesen fizikai, annyira szellemi is. Tehát, hogy nagyon-nagyon ugye test a test ellen van, de hogy ott ugye a minden egyes lépésednek van értelme és meghatározza a meccs kimenetelét igen, és emellett még pszichikailag is, tehát így az ellenféle, amikor tényleg face to face nézitek egymást, tehát már, már örlitek egymás idegei testét, tehát szó szerint, és ugyanúgy ez, ez össze megy a, a harccal, a fizikai harccal. Ebbe versenyeztél, nem Versenyeztem. Ebbe szerintem több meccsen volt, mint boxban, vagy boxba. Aha. Itt um... Hol indultál, mikben? Míg, Mert ugye a lányoknál nagyon sokszor van az, hogy hogy elmentek, és nincs ellenfél. Uh -huh. Vaj, a súlycsoportban nincs senki, fentebb kell menni, lentebb kell menni, tehát hogy nem egyszerűtelen nálad az hogy volt? Nálam ez úgy volt, hogy amikor én elkezdtem, tényleg egy vagy két csajszivó volt itt Magyarországon, és akkor velük találkoztunk állandóan oda-vissza mérkőztünk, vagy mondhatni, négyen voltunk, szerintem, akik így, így egy súlycsoportba tényleg oda-vissza küzdöttünk egymás ellen. Most tudni kell azért, hogy egy meccs az, az bőven felér, tehát, elég, tehát ugye háromszor-öt percről beszélünk alaphangon. Egy meccsre a készülés az, az egy kemény, egy hónap minimum. Régen, ma már azért két-három hónapra ezt összevágják, de meg kicsit komolyabb a színvonal is. A technika és minden, de hát így havonta egy meccset így összehozni azért az, az már úgy, úgy nagyon jónak számított. Uh -huh. Úgyhogy én, én itt Magyarországon kezdtem el, tényleg a legelső gálák között ott voltunk, és, és amúgy jöttek is a sikerek. Jó lehet, hogy azt mondják, hogy könnyű így sikereket elérni, mert tényleg ketten vagyunk, és még nem volt olyan nagy színvonal, ezt sokan, sokan meghallom, hogy hát még régen nem úgy küzdöttek, és nem az volt az elvárás. Össze lehet viszonyítani, hasonlítani, de teljesen egy más világot élünk ma, és teljesen régen is, tehát megérthető, és szerintem el is lehet ezt fogadni, viszont a, a munka az ugyanaz. Tehát akárki, akármit mond, tehát mindenki ugyanannyit tesz bele a sikerért, vagy Igen. a kudárcért. Igen, Igen. Igen, a befektetett munka az ugyanaz volt. Nyilván, hogy most már ugye, mivel a sportba bejött a táplálkozás, a regeneráció, és ugye már maga az is, hogy egyfajta információs szabadság van. Tehát, hogy te, ha akarod, akkor a világ legjobbjait nézheted 0-24-be. A világ legjobbjait felrakják a videókat. Az első meccseim között még nem volt erre lehetőség, viszont a legutol, legutolsó meccsem az két éve volt amúgy, tehát hogy nem is olyan régen mondhatni, de azt már videóval vissza tudtuk nézni, elemezni, és úgy mentem ki Belgiumba, hogy, hogy tudtam, hogy az ellenfél mit fog csinálni, és én mit fogok rá válaszolni. És tehát csontra bejött minden. Oh. És, tehát annyit, tehát látom így a különbséget, ahonnan elindult, és ahol tartunk. Ez amúgy nagyon érdekes, hogy ugye ez most már nagyon sok bunyósnak, főleg aki ebből akar érni, nagy, nagy, probléma, hogy ugye beállnak egyfajta bioszémára, van egyfajta begyakorolt mozgásrend, és mivel hogy ez az a képzésének az alapja, ezért ugye megjelentek a videók, a felvételek, és hogy ebből nem tud kitörni. És, és ugye valahol azt látom, hogy akik ebből nem tudnak kitörni, azok kénytelenek a erőből és állóképességből vinni a meccseket, mert hogy nincs más lehetőség, és hogy ezért is jelentek meg ezek az elképesztő sok edzések, mert, mert, mert át kell menni rajta, mert tudja a bioritmusodat, hiszen fent van 20 videó. Igen, és lehet ezzel megtöri a, úgymond a harcos saját stílusát, tudását, ugye? Hogy, hogy neki máshogy kell odaállni egy-egy ellenfélhez, mint amit amúgy ő valójában képvisel, vagy tud. Igen. A... Nagyon sokan próbálkoznak azzal, hogy ugye úgy adják le a nevüket, hogy ne lehessen úgy rákeresni, meg... Nem teszünk fel videókat, mert más megnézi, semmit nem árulunk el, mikor mi teszünk. Hát igen, Ma... amúgy hogyha ebből él valaki, akkor abszolút megérthető. Ha megnézzük, igen, tehát ez, ebbe is nagyon-nagyon sokat változott, azért ma már nagyon komoly pénzekért lehet versenyezni, sportolni minden téren, nem úgy, mint régen, úgyhogy van, van titje a dolognak. Már azért, még mindig az, ugye a harcművész világa az egy, hát egy nagyon-nagyon pici szűk réteg, aki úgy él belőle. Pont most néztem, nem tudom, láttad-e végig Attila Pumukinak a dokumentumfilmjét, Fenn van Netflixen. Még nem néztem. Nézzünk, nagyon érdekes. Ő ugye Kempóval kezdett, és akkor utána egy ilyen hatalmas sikerszériája volt, és kijutott a Bellatorba, és utána ott, ott Bellator világbajnok lett, és így egy csupa szívember amúgy, és ugye ő bősi szlovák, szlovák-magyar, és mesélte, hogy nem érdekelte ő, őt igazából semmi, csak az, hogy úristen, mekkora nagy dolog, hogy ő kijutott, és hát ugye erre nagyon-nagyon sokan rá is cápáztak, és mondja, hogy ugyan ott tartotta a kezébe a százezer dolláros győzelmi díjat, csak azt mondja, hogy mikor leszerződtették, egy száz oldalas szerződést irattak vele alá angolul, és ő nem is, aztán nem is tudott angolul, azt mondja, hogy nem is olvastál, csak mindent aláírt, és képzeld el, a végén 5%-ot kapott meg. A első menedzser, aki összekötött egy másik uh -huh. menedzserre, az 30%, a második menedzser 30%, 30% olvast. adó, meg még 5% elment erre arra is. Igen, nagyon, nagyon nagy buktatói vannak azért, és ő dolgozta végig az egész versenysorozatot, és de te... csúnyán átvágták. Nagyon csúnyán átvágták. Hát igen, mert ugye, hogy, a, hogy ugye a, amikor az MMA megjelent, akkor mindenki még ilyen kis hátsó zúg helyeken edzett. Ott videókon néztük, nem, nem tehát nem voltak ilyen lehetőségek, Tehát, hogy minden lehetőséget megragadtunk. hogyha volt egy MMA verseny, hát az, az ilyen szürreális dolog volt. Én kis karácsony. Nem? De szó szerint, tehát, hogy igazából mindegy volt az, hogy kivel bunyózol, csak, csak na gyere, akkor is bunyózunk egy jót. Nagyon ritkák voltak akkoriban. És most se olyan sűrű az értelem. Most se. Hát ugye most nyilván oda vágta a mostani helyzet, de hát nyilván nem, nem egy sűrű. De mikor kapcsolódtál bele az MMA világába? Évszámuk. Hát nem, nem évszám, hanem ugye igen. A, elkezdted ugye a grapplinget főiskola után. Uh -huh, igen. Aztán ugye visszakerültem én ide Debrecenbe, és itt Debrecenbe 2022, van, szerintem én 2014 körül, 14-15 körül kapcsolódtam be, hogy akkor én azt, azt fogom csinálni. Uh -huh. És hol edzettél? A szerintem a dvs nél kezdtem, amikor ide visszakerültem, utána pedig uh, Hutai Lacinál, és uh, ott kezdtük el, hát gondolhatod, ott senki nem volt igazából MMS, s ketrecharcos, úgyhogy uh, amit tényleg így YouTube-ról le tudtunk tölteni, vagy valaki jött egy, egy birkózó gyerek, és akkor mutatott valami technikát, úgyhogy uh, nagyjából tényleg ebbe a kis, kis raktárhelyiségbe tanultunk megbunyózni hogy mondtad az előbb, hogy onnan indultunk. Igen, amúgy ez nagyon érdekes, amikor így megjelent. Mert ugye valamilyen szinten azért az, hogy állóharc és földharc úgy külön-külön jelen volt, de egységes szisztémában nagyon-nagyon kevesen oktatták. És ahogy ugye berobbant a UFC, akkor hirtelen megnőtt az igény, hogy jó, álló kickboxba, boxba jó vagyok, meg grapplingbe is, de hogy amikor ezt a kettőt egyszerre kell összehozni, meg még a földön is tudnak ütni, akkor az megint egy más világ lett, egy új dimenziót hozott a harcművészetek világába. Igen, és hát ugye meg kellett tanulni a támadást, a védekezést, nem csak állva, hanem a földön is. Te ezt tartod amúgy életed egyik legnagyobb kihívásos időszakának, ha a sportot nézzük? Nagyjából igen tehát itt ebbe, ebbe, az időszakba, amikor olyan, olyan teljesítményt nyújtottam, ami, ami tényleg tehát nemzetközi szintű. De hol versenyeztél? Milyen a szervezeteknél? Nagyon, nagyon sok helyre. Tehát én, én csak profi meccseket vállaltam. Vagyis hát nem, vállalt, nem az, hogy vállaltam, örültem a megkeresésnek, mert ugye minden nemzet keresi, hogy még nemzetből tud ugye kihívni másik nemzeteket, azért egy profi, profi versenyzésnél ez pontos, hogy ne helyi emberekkel küzdjünk. És ugye, hát előnyben voltam, mert hogy nagyon kevés lány volt, és tehát ha elmentél egy messe, ott már volt egy következő menedzser, vagy egy edző, aki látta, hogy akkor az ő emberének is jó leszel, és így, ugye, így mentek a hírek illetve nagyon jó, mert késő már felkerültünk egy összesített honlapra, ahol az összes mma lány fent van, és akkor lehetett látni a meccseit, a rekordjait, hol bunyózott. Hát én Finnországtól, Románia, Olaszország, nagyon-nagyon sok helyen, tehát Skóciától kezdve tényleg erre nagyon így úgymond büszke vagyok, mert rengeteg-rengeteg helyre hívtak. És mind-mind... Minden ellenfelem nagyon magas színvonalú volt. Nagyon sok ellenfelem például UFC-be folytatta utána. Úgyhogy elég, elég kis komoly csaták voltak, meg versenyek, gálák, úgyhogy én nagyon-nagyon nagy lehetőségnek tartottam az összes ilyen meghívást, és a munkahelyem nagyon-nagyon azért szerencsés voltam, mert munkahelyemen ezt nagyon szépen engedték, tolerálták, támogatták. Úgyhogy nagyon pontos volt ez az, az az egy háttér, hogy, hogy ott is rendben legyen. Különben nem tudtam volna elmenni. Egyedül mentél a versenyekre? Edzővel. Hát így ketten elindultunk, és akkor ö, ugye a kinti szervezetek ők fizetnek mindent, tehát nekünk nem került úgymond anyagi költségbe, illetve ugye meccspénzt is azért külföldön már azért ott adnak meccspénzt, úgyhogy ö, abszolút ö, nem a, mondjuk nem a pénzért amikor engem megkerestek mindig, hogy elvállalod-e a mérkőzést, sose az volt az első kérdésem, hogy mennyit adnak. Sose. Volt, amíg a meccs napjáig én nem tudtam, hogy akkor most egyáltalán kapok pénzt, vagy nem. Egyértelmű, hogy én is úgy gondolom, hogy honorálni kell azt a sportolót, aki beleteszi a munkáját. És ráadásul tehát ez, ez az a sportág, ahol magaddal eszed fel úgymond egy, egy kártyalapra, tehát ott bármi lehet. Ha össze vernek neked, azzal a képpel kell hazajöjjön. Tehát az, ez meg a, felkészülés, amit, amit beleteszel, főleg ha egy tényleg egy kis egyszerű kis emberke vagy, és próbálsz onnan feltörni, akkor mindenképp... mi én ezeket a meccspénzeket mindig visszaforgattam, ugye de de jó, jó volt, jó esett, de maga az, hogy olyan gálákon és olyan helyeken lehettem, ahol mondjuk én esett, el se jutottam volna, olyan emberekkel. Volt Romániából ahol Herb Dean volt a bírunk. Mm. Ugye ő ö, a UFC-nek a... a legnagyobb, igen, tehát a, legnagyobb a világ legnagyobb bírója, jön, mondhatni. Ez egyik legismertebb bíró. Így van, így van, így van. Hát az, az maga egy, egy élmény volt. Úgyhogy wow. ö, igen. Hogy, ha kiintéztem, úgy mindig személyesen téged kerestek meg? Tehát, hogy te voltál magadnak... A... Én voltam a magam menedzsere, Menedzs. így, így van. van, így van. Engem kerestek, meg rám írtak, megbeszéltük az edzővel, hogy tudjuk-e vállalni, tudjuk-e hozni, és többnyire mindig közös döntés alapján akkor, akkor mentünk. De ez egy edzőnek is szerintem, úgymond jó, hogy az embereit viszik. Hát nem volt olyan, hogy, hogy visszamondtuk volna a meccseket. Aha, akkor te mindegyik meccsen ott voltál, Én lehetett számolni. Hm? Hány meccsed volt? Ezt számoltad? MMA-ba. MMA-ba? Hát volt amatőr meccs is. Amatőr az nagyon kevés volt, de profiba amúgy fent, fent vannak a, a, az ilyen számon tartott mérkőzések, ami, ami tényleg úgy, hogyha a fight volt, ugye, kártyán. Ilyen nagyon profi. Ha össze-vissza mondanám, egy ilyen 35-40 körül, de azt tudni kell, hogy azért ez egy. Tehát ez egy 5 év munkája. Az nagyon sok meccs. Igen. 5 év alatt az nagyon sok. Úgyhogy, ha nagyon... megnézzük most, aki már három meccsetbe vállal, az húzós egy évbe. Igen. Te, te ennek majdnem a ötszörösét megcsináltad? Hát a szerencsém volt szerintem nagyon, mert, mert tényleg nagyon sok helyre hívtak. És hogy lehetett ennyi meccsre felkészülni? Tehát 35 meccs, majdnem egy ilyen Mike Tyson szintű nyomtál le, aki két hetente zúzta le az embereket két éven át, vagy három, amikor ugye 87-től 90-ig csúcson volt. Igen. Hogy, hogy bírtad ezt az öt évet? Már csak ugye azért is kérdés, mert hogy akik azért nem látnak ebbe az egészbe bele, hogy itt maga a felkészülés is darálja a testet, fizikailag és mentálisan is, de egy ilyen verseny, egy ilyen megmérettetés is egyrészt borzasztó sérülés veszélyes, tehát hogy olyan nagyon ritkán van, ha csak nem tud lecsapni az elején, hogy nincsen valamilyen sérülésed. Te ezeket hogy hidaltad át? vagy mi volt így a taktika, mi volt a, mi volt a titok? Hogy lehet 35 meccset 5 év alatt megcsinálni ilyen ellenfelekkel? Szerintem, hát csak fejben. <laughs> tehát fejben igenis. Nagyon, tehát az edzés munka, amit, amit mindig összeállítottunk, főleg meccselőtt ugye? Ez az Laci a, Lacival. de én a később ugye a Lokodékkal is bunyóztam, tehát velük is mentem meccsre az Egyesületbe. Úgyhogy a fényes fájdalmakkal is ott is, mikor Zsolti, ugye ő lett a vezetőedző, akkor vele is mentünk elég sok meccsre, de de minden, főleg az elején, tehát azért én úgy éreztem, hogy azért erős vagyok, fiatal vagyok, nekem kellett a mozgás, én nekem van olyan, hogy meccs előtt nekem muszáj tényleg elmenni, futni 10 kilométert, vagy, vagy pörögni, mert, mert akkor érzem jól magam, tehát nincs előtte pihenő. Ja, hogy meccs előtti napon még futsz? Hát akár, aha. Tehát, hogy nekem, nekem az kell, hogy folyamatos mozgásban legyek. Uh -huh. De amit, amit mondtál, tehát, hogy regeneráció például egy-egy meccs után, tehát volt olyan meccs, amikor tényleg úgy, úgy jöttem ki, hogy mint akit elütött egy jót, ugye, mert tehát annyira pályuk egymás szó szerint, tehát ott nincsen finomkodás, de hát mondhatni, hogy így egy-két nap alatt így regeneráció, akkor tényleg semmi, pihenés, muszáj, mert lehet nem is látszik. <laughs> Úgyhogy, de, de utána, max tényleg egy hét után már rendesen vissza kell állni és csinálni, tehát nekem én nem emlékszem azt, hogy nekem lett volna egy olyan, hogy egy hét egész pihenő. Én, az én szervezetem azt, azt alig bírja ki, tehát azt tudom magamról, hogy, hogy nekem akkor is csinálni kell mozogni, tehát valószínű, hogy ez állandóan edzésben tart. Mi volt a felkészülési rendszer? Tehát valamit gondolom vittetek bele, hogyha ilyen eredményeket tudtál elérni, és hogy így tudtál menni sokáig? Nyilván tudjuk, hogy Hutai Laci borzasztóan technikás, de ugye ez, ez kellettél te is, aki ezt bírja. De kőkemény felkészülések voltak. Igazából nagyjából az utolsó két hétben mindig nagyon-nagyon meghúztuk ezt a felkészülést. Minden létében, mindenben technikában, tehát Laci azért tudta, hogy mi az a terület, amit kell erősíteni, mi az, amit régen, mivel kevés Küzdelemre volt lehetőség, ugye? Rengeteget küzdöttünk, meg szerintem így, hogy nagyon sokat fiúkkal kellett küzdjek, ugye, ugye a legtöbb ilyen női versenyzőnek, ugye? De ez egy, egy plusz erőt is ad, kicsit jobban fel vagy készülve. De de elég komolyan is sokat készültünk mindig a meccs előtt. Tehát oda, oda kellett tenni magad. Hogy készül, hogyha, hogy nézett ki mondjuk egy heted? hogyha így visszatekintesz, mennyit edzettél, hogy edzettetek, hogy mennyi volt a technika, Mennyi volt az erő, hogy építettétek fel? Uh -huh. Vagy hogy voltak ilyen mondjuk négy vagy hat hetes évek, hogy csúcs, csúcsra hozások, vagy igazából annyira fit voltál ebbe az időszakban, hogy lényegében egy nagyon magas szinten tartottad magad, és úgy toltad át ezt az időszakot? Többnyire mondhatnám, hogy igen, meg... Tehát a versenyfelkérések is tehát néha így egy hónappal max. előtte jöttek. Uh -huh. És uh, még mit többnyire az utolsó két hetet, tehát két hét, ami, ami tényleg a, csak a versenyfelkészülésre koncentráltunk, akkor igazából napi két-három edzés, ami ami lement, és a, az utolsó héten, az utolsó napokban ott már nem volt küzdelem, ott már csak pörgetések voltak, súlyhozás, ugye, hát igazából mint a profiknál, tehát mindenkinél, de előtte a két hét azt, azt iszonyatosan megnyomtuk tényleg napi két-három edzéssel, ami kifért rajta. Ha, akkor te végig a határokon voltál, tehát üvegem ment a rendszer. Mondhatni. Aha. Aha. A Te mennyi, mennyi hangsúlyt fektettél a, a, mondjuk a táplálkozásra és a regenerációra? Mert hogy az nyilván most már azért egy sportolónak kiderül, hogy a te genetikád ilyen télen abszolút nem átlagos. Mennyire kellett odafigyelni neked mondjuk a, a táplálkozásra? Láttál ebbe jelentőséget? Amit, amit ehhez hozzátok fűzni, szerintem, hogy amikor mi ezt úgy elkezdtük, akkor még nem volt ilyen nagy jelentősége magának a táplálkozásnak, a versenyzői táplálkozásnak, az, hogy most mennyi a zsírszázalékod, mennyi a víz, mennyi az izom. Tehát így én úgy gondolom, hogy így visszatekintve magunknak kellett ezt mind megoldani. Abszolút. A súlyhozás én, tehát tapaszt, saját tapasztalatból nekem nehéz, nehéz volt inkább mindig csak az utolsó kilókat hozni, de mindig volt rajtam plusz, tehát mindig beleket tehát mindig fogyasztanunk kellett. Ami, amit ugye úgy kell megoldani, hogy az erőd az megmaradjon. Ami, ami iszonyat nehéz, tehát nem, nem voltak még ilyen táp, nem volt a tudatban ez a sok táplálék kiegészítő, nem volt a tudatban, hogy én most iszok egy fehérjét, és akkor igazából az az valameddig neked ad energiát, vagy, vagy azt abból tudsz építkezni. <laughs> és ilyen téren iszonyat nehéz volt. Akkor mindent igazából a sporttáplálkozási tudás nélkül kellett hozni. Igen. Kikompenzálni. Nagyon-nagyon. Illetve hát ilyen kis csóró egyetemistak és főiskolásként, ugye hát most mi az, ami, ami tudci, így energia is legyen, ne legyen drága. Tehát így nagyon-nagyon kellett kompenzálni ezeket a dolgokat. Meg lehet csinálni, meg is lehetett, és és azért, mikor már volt egy-egy mérlegelés, akkor utána örültünk, hogy eszünk valamit. Igen, azért profiként az embereknek csak így említésként elmondom, hogy ezen, a, amint te, én is átmentem, hogy, hogy nem is nagyon volt pénzem rá, mert mondjuk 15 éve olyan drága volt mondjuk egy havi táplálék kiegészítő adag, hogy nekem ahhoz egy jó fizetésemnek kellett volna lenni. Tehát mondjuk 15 éve is olyan 30 ezerbe került volna, vagy 35-be egy nagy vitamincsomag, egy fehérje, egy BCA, egy Z, és hogy nem, egyszerűen nem tudtam megvenni. És ö, 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 ugye nekem is voltak hatáterhelések, főleg ilyen a edzőtáborok, stb. stb. És így ugye van, vannak olyan hatáterhelések, amik megmaradnak, ezek a, ezek a dan vizsgáim voltak, és ugye én most jártam meg a harmadik danos vizsgámat, és ö, most már teljesen fel voltam készülve táplálék kiegészítőkből. Tehát minden fehérje csoki, BCA, C-vitamin, fehérjék, tehát hogy vitamina csomagoktól kezdve minden, és ég és föld volt az a teljesítmény, meg a, nem is csak a teljesítmény, hanem az érzet, ahogy a közérzeted, hogy, hogy érzed magad, tehát hogy, hogy tudtál uh -huh. menni, hogy tudtad csinálni, hogy, hogy nem egy ilyen vonszolás volt. Igen, tehát annyira tudod magad hozni és tartani, illetve tehát Régen voltam edzőtáborban, és ugye ökölhívás terén, és még ott sem mondhatnám azt, hogy ott is meg volt minden ilyen regeneráció adva. Tehát a mai, maihoz képest, amikor, lát, amikor látjuk azt, hogy, hogy egy alap például a, egy csapatnak, tehát az, a, az, az alap, hogy mindenféle krém, mindenféle vitamin, az meg legyen, azzal kezdik. És tehát szponzorok régen ugye az nulla, Viszont volt most legutóbb olyan versenyem, ahol szponzor fizetett mindent, és égés föl, tehát annyi különbséget tudok tenni, és, és így, ahogy mondod, tehát érzem magamon is, hogy hát úgy tudom pótolni az energiát, hogy, hogy nem is kell szinte egyek. Igen, 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 meg annyira pontosan lehet pótolni. Tehát, hogy tudod, hogy jó, most ide a bcl t kell, ide a fehérjét, ide a most a vitamincsomagot kell benyomnom, ide a pörgetőből ennyit, uh -huh. annyit, és így annyira be tudod, annyira finom tudod hangolni, hogy teljesen ki lehet tolni úgy a teljesítményt, hogy nem tesz tönkre. Igen. Mert ugye a teljesítményt ki lehet tolni egy bizonyos ideig, bárki ki tudja a rossz kajával, rossz pihenéssel, csak lekopik a rendszer. Igen, tehát annak más lesz a, a következménye. Igen. Mik volt a legemlékezetesebb meccsed? Az Ami mondjuk a... nagyon pozitív Aha. élmény az nagyon sok voltam, amúgy, hát főleg ugye a győztes meccsek, de szerintem a legemlékezetesebb, és a, amit, amit mindegyik kemény volt, de amiben úgy érzem, hogy hogy nagyon-nagyon jó technikailag, nagyon-nagyon jó pszichikailag minden téren felkészülten, az, ő, az ő Finnországban volt egy finn csaja, Nagyon jó haverok vagyunk most is vele, úgyhogy tartjuk a kapcsolatot de vele egy olyan szintű mérkőzést nyomtunk tényleg, ami, ami a UFC-be vagy a Bellatorba, tehát simán megállná a helyét. Ezek ötszörötösök voltak? Ez konkrétan a volt. Uh -huh. A csaj nyer, de, de, annyira, annyira tehát közel volt határokon mind a ketten, úgyhogy és, és nagyon tehát szépen küzdöttünk. Mennyivel más érzés nagy közönség előtt küzdeni? Mert ugye te ezt megélted. Hát én többnyire mindig csak ugye nagy közönség előtt volt, volt olyan közönség, ami, ami tényleg, mint a, a, filmekbe, ugye a ketrec mellett ott vannak, és, és megy, nyomják, és nem tudod, hogy most tette, hogy hol vagy, ott vagy. Én, ebbe, én nem, amúgy ebbe éltem bele, tehát ebbe nőttem, és nekem ez nagyon bejött, tehát az, hogy, hogy ott vagy a közönség előtt, és most, most lehet azt kiabálják, hogy szakíts le a fejét, valószínű, vagy, vagy vagy, hasonló, de de utána mindig egy hálás közönséggel. Ha nyertél, ha vesztettél, ugyanazt a tapsot kaptad. Úgyhogy. Te a sportkarrierednek ebben a részében hogy látod? A... Miért nem a... kerültél ki a Bellatorba vagy a UFC-be? Engem a Bellator megkeresett, és mondhatni, hogy a saját Üyeségem, vagy illetve a lehetőség miatt nem kerültem én be. Engem megkerestek, hogy konkrét mérkőzéssel, kivel, mikor, hol küldtek szerződést, viszont olyan komoly orvosi vizsgálatot kértek, amit én például nem tudtam megteremteni. Ha ez mi hát volt? Egy, egy CT vizsgálatot kértek konkrétan. És Még... ezt nem ők finanszírozták? Nem, volna. nem, nem, így van. Tehát, és ugye, tehát előtte egy hónappal küldték például ezeket a dolgokat, tehát, hogy ö, oda kikerülni már jó, hogyha van egy szponzorod. Tehát én akkor ugye itt a talán nem is tudom, Lokodéknál ezettem, tehát már a, akkor nem volt meg az a színvonal, amiben én kimentem volna, és, és tényleg, tehát oda, tehát nem lett volna gond a mérkőzéssel, de én már már az utóbbi években éreztem, hogy én annyira le vagyok maradva a többi ellenfélhez képest ilyen téren. Hogy, hogy, nincs edzőterem, nincs kivel edzeni? Nincs egy, egy biztos háttér, vagy, vagy, valaki szponzorálna, aki esetleg tényleg ilyen, ilyen dolgokba, egy menedzser például, ugye, aki ott van, hogy akkor ezt a szerződést küldték. Tehát így, így, nem bánom azt, hogy elment ez a lehetőség, mert, mert lehet, hogy nem lett volna olyan nagy vonzata, lehet, hogy tényleg kikaptam volna az első meccsen, de Mondjuk kipróbáltam volna szívesen, tehát mindegy, hogy ki. De jó is lett volna, de de nem bánom az, hogy nem, nem kerültem ilyen nagy szervezetekhez. Tehát oda már ö, sok pénz lett volna kijutni és Tehát, hogy neked kellett volna fizetni külön egy CT-t? Bocsánat. Semmi van. <laughs> jó. Ö, én úgy éreztem, hogy tehát ahhoz, hogy nem volt meg a megfelelő edzés, mérkőzések. Tehát itt tényleg nem tudtál kivel edzeni. Jó, hogy fiúkkal tudsz edzeni, de egy olyan szintű lánya például, aki már hasonló szinten van, na vele például. Tehát nincs, nincs olyan, itt te volt olyan. Itt biztos nincs. A, a megfelelő edzés, tehát az, hogy egy ilyen szintű gálához versenyzéshez már tényleg a napi két edzés. Maga az edzőterem színvonala. Az, hogy hogy legyen meg a hely, akár csak a, szűnyag, a szűnyeg, hogy, hogy tudjál hol edzeni. Még nem volt Debrecenben. Ez, ez két évvel ezelőtt volt. Ez most, két évvel ezelőtt? Aha, most, ha megnézem, akkor igazából már a legtöbb edzőterem fel van erre készülve. Be van, ki van alakítva a kis ketres sarok, a kis küzdőtér az állóharchoz, egy kis erősítő sarok van betéve, de még mindig azt mondom, hogy nagyon messze előtik a színvonalat. Igen, igen, igen. Tehát uh, még nem régen voltunk kint, uh, még a járvány előtt a Hollandiában. És ott uh, ugye a, a Glory miatt, a K1 miatt, az m miatt ugye ott ott nagyon-nagyon megy, meg a Nemzeti Sport, a kickbox, és ott, uh, ott, ott tényleg professzionális szinten megy. Tehát ott, ott van egy 1500 négyzetméteres komplexum, ami igazából azért van kialakítva, hogy ott harcosokat képezzen és, és bődületes sztárok nőnek ki. Tehát, hogy ott, ott, ott vannak ezek a 5-600 négyzetméteres küzdőterű részek, ring, ketrec, külön ez, külön az, és akkor, és akkor csak, csak ez. Mondjuk Igen. ott óriási pénzek vannak benne. Igen, de ott már az amatőrben is óriási pénzek vannak. Itt az amatőr senki nem is foglalkozik vele, max ha profi vagy. De nekem profi szinten nem sikerült például egy szponzort esetleg találni, vagy hogy azt mondani, hogy felírja a póló, pólómra a nevét, és akkor bunyózó. <laughs> tehát így, így, ennyire el vagyunk így maradva, Nem, nem érdekik, nem érdek. Mennyire a... érdekes, hogy -e a hollandok azért például jó fociban is, de hogy mellette a kickboxot is ugyanúgy hozzá. Mindenféle küzdősportban, tehát ha megnézed a régi K1-es gálákat, a hollandok, egy gyökörvívás, a hollandok, tehát ők nagyon-nagyon oda teszik ezt. Ott nagyon érdekes volt ezt megtapasztalni, hogy ugyanúgy elmész egy edzőterembe, csak amikor megy az edzés, így oldalra pillantasz, és ott egy világsztár, ott egy világsztár, és akkor ugyanúgy nyomják, elmentünk egy ilyen spáringra, ott mondták, hogy hát ne menjünk, mert van egy ilyen hírhedt spáring ott Hollandiában, és akkor elmentünk, hát tényleg nem kellett volna mert <laughs> Mert oda még olyan amatőrként, se nagyon szabad szerintem menni, akik ilyen, már nagyon régó, én is régóta csinálom, de három-négy edzést csinálok meg egy héten, ott voltak azok a profik, akik ilyen napi két edzést, és ezek a csúcsgenetikás, 80-85 kilós, hosszú kész, hosszú láb, brutál, brutál srácok, aha. és ott, ott nem sparring megy, hanem ott full bunyó. Fullba, tehát ott, ott káóig mennek a spáringok. Nagyon súlyos sérülések. Azt az a, az a daráló. Igen, daráló. Hát ezt nagyon élvezik szerintem, amúgy. És minél többen akarnak menni. Igen, de de, de például ott az öltözőben beszélgettem egy és mondta, hogy hát három év után most ott visszatérni. Mondom, mi történt? Hát volt egy ilyen spáringon, és hát kapott egy rugást egy csípőjére, és ott leszakadt pár dolog, azt kellett helyen mm. nem tudott, nem nagyon tudott, így az élet egy kicsikét megfordult. Ért, érdekes ez. Tehát nagyon jól kell ebből élni, hogy ezt a kockázatot bevállald sokszor. Igen, amellett például, hogy dolgozol, de amellett, hogy azért ne is tántorítsd el azokat a ilyen akik esetleg ezzel szeretnének foglalkozni, hogy ne azt lássák, hogy hát ez, ez milyen sportág, ugye. Szerintem a köztudatban még mindig az van, hogy ezek egy-egy pályák egymást, mi értelme? Ja, de csak profi szinten megy ez. Tehát ő, ők, uh -huh. ők, nyilván ők a legjobbak. De uh -huh. hát ott volt mellettünk két 80 fős csoport, ők full uh -huh. tényleg csak. Hát ott, Igen, ott, meg ott, ott megvan abszolút ez, hogy ott az anyukák is eljönnek kiboxolni. Uh -huh és akkor nincs, nincsen küzdelem se, csak zsák, egymással, minden, akkor megvan az a középső csoport, ahol már ilyen kis érintő szpáring van, meg van a daráló. Teljesen, teljesen. És, és tudsz választani, és mindenkinek megvan uh -huh. a, a maga maga rendje. Én nagyon, én, amúgy nekem a víziómban nagyon benne van, hogy ő, én szeretném, ha megvalósulna itt Magyarországon, és is főképp egy Debrecenben egy olyan központ, ahol, ahol ami össze tudná gyűjteni a küzdősportokat, harcmészeket, és tisztes helyet tudna biztosítani. Ugye, legalább egy, egy minimális színvonalat biztosítani, hogy mondod, hogy hogy tényleg lehessen akár élversenyzőknek lenni. Igen, abszolút. És uh, letelt ez az, az öt év, ugye mikor volt az utolsó meccsed? Két éve. Két éve. Aha. És mi volt az a... Ez volt a záró akkord? Úgy érezted? Hát ez hát a meccsen egy kicsit megsérültem, ugye, és akkor volt egy kis kényszerpihenőm. Mi történt? Hát talán a karfeszítés vagy valami, de tudom, hogy utána egy kis rehabom voltam, és ö, és aztán ö, annyira így összejöttek a dolgok, hogy, hogy elmaradtak. Tehát hogy jöttek a múlt héten jött a fel, például, jött még egy meccs felkérés, hogy, hogy mennék-e bunyózni. Mondom, mennék, de mondom, hát nagyon régen voltam, tehát így közegbe, úgyhogy, de, de tehát érdekes, hogy, hogy egy külföldi menedzser, ugye, hogy, hogy, kellene bunyózni. Mennék? Mennék, csak hát nincs hely, nincs idő, ahol én ezt csináljam. Hát így, így mondhatni, hogy elmaradoztam, ugye, tehát nem, nem éreztem azt a feelinget utána, hogy hogy elmegyek edzésre, és, és lehet korral jár. Ugye, hogy az ember egy kicsit utána elkezd jobban vigyázni magára, ami szerintem teljesen rendben van. Meg mellette azért én csináltam ugye a spártán például a terefutást, amire ugyanúgy kellett az időt. Tehát uh -huh. én ezt párhuzamosan csináltam. Ha, ha bunyó volt, bunyóra készültem, ha terefutás akkor arra készültem. Ja, hogy ez már akkor ez a, az a párhuzam, ez itt megjelent? Ez már, ez már meg, meg, mert meg. De ugye az pár részre majd ki fogunk térni, így mert van, az is Így egy... van, így van, de ez így párhuzamba, és akkor lehet, hogy akár így automatikusan, tehát hogy, hogy nem, nem, nem azt mondom, hogy nem kívántam, mert én tehát azt mondom mind a mai napig, hogy nekem a bunyó tényleg a, a szívem, tehát azt, azt csinálnám, főleg ugye az MMA-t, a földharcot, de a lehetőséget nem, nem éreztem szerintem benne. <laughs> nem. És akkor egy kicsikét lezárult ez a korszak. Egy, egy kicsit igen, így abba hagytam, aztán úgy időm se nagyon akad, már most se, tehát hogy hogy lejussak. Edzésekre mentem utána még, de de így a, ilyen új lehetőségek nyíltak meg, és akkor igazából a küzdősporttal most most csak így, így, szinte beszéd szinten foglalkozok. Egyenlőre, de azért szelbe van, hogy, hogy, akár gyerekekkel foglalkozni. Hogy zárta ezt a karrieredet, az MMA karrieredet? Milyen volt, a nyert nyereség-vereség arány? A, ha a fight cardot nézem, ugye, akkor hát egy ilyen egál, tehát egy ilyen ugye ott csak a profi meccsek vannak benne, ott egy ilyen 8-8-as. Tehát amúgy az teljesen így kiegyenlített. Aha, ja, ja. <laughs> Akkor egy egészen szép karriert húztál ott le. Hát nekem igen, tehát nekem az a, az, az időszak az, az azért az, az jelentős. Ugye én az, ezeket ö, ö, követtem folyamatosan, amit nem követtem, ugye az a csak néha-néha láttam ezek a Spartan részek, és az egyik barátom szólt nekem, hogy azt tudtad, hogy Inci megnyerte a Spartan rész ultravilágbajnokságot. Mondom, micsoda? Mondom, az, az, az nagyon durva. Azt megcsinálni úgy, hogy nem halsz meg, ha már az is nagyon jó, de azt megnyerni, az el se tudom képzelni. Mesélnél erről? Nyilván ez már a Sparta résznek a csúcsa lesz, majd piciképp belemászunk a többibe, uh -huh. de ugye ez Izlandon történt, uh -huh. ugye fagypont alatt kezdtek, hegyek, akadályok, ugye ez 50 km azért ultra. Az a minimum táv, igen. Az a minimum hát, táv. Igen. És ez hogy zajlik, hogy lehet ide kijutni? Hát először is, tehát amit, amit megnyertem, az egy Open kategória. Ami? Ami... Férfi, nő, vegyes? Vagy, vagy ez hogy? Hát egy összetedve is amúgy, nem harmadik lettem, vagy így a férfi nők között, úgyhogy, de, de így New open kategória. Női open kategória. Ö, hát igen, tehát erre, erre volt pénzem, úgy mondom. Uh -huh. Ö, hogy hogy is zajlik egy ilyen? Hogy jutottál ki? Kijutni amúgy bárki kiúthat, aki részt vesz egy, egy előzetes európai, tehát ultra versenyen, és ő a szintidőt teljesíti, tehát mindenki amúgy kap meghívást, vagy nem mindenki, de a legjobbak, akik tudják hozni. És én előtte, mielőtt kiutattam, én nem tudom, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban volt egy útra, és én azt megnyertem. Az már sokadik volt, ugye, és hát az első helyért járt egy az útrának a lehetőség, hogy ingyen részt vehetek, tehát szó szerint egy, egy nevezés, ami, ami több száz dollárba kerül, hogyha én azt kifizetem. <laughs> <laughs> Úgyhogy mivel hát egyértelmű, hogy így, így nagyon vonzott is a dolog, de mérlegelnem kellett a lehetőségeket, hogy van-e pénzem kimenni rá? Ö, nagyon örülök, hogy sikerült kijutni, ugyanis ö, lett egy szponzorom, és ö, a szponzor fizetett mindent. Uh -huh. Tehát kvázi nyertem, tehát ingyen volt ugye a résztvételem, és ö, a repülőtől kezdve a és a szállodáig, tehát mindent fizettek nekem, és így jutottam ki. Oh. És ez Izlandon hol zajlott? Éjszak-dél de... Izlandon. Fene se tudja. Fene se tudja, már hideg volt, meg sötét. <laughs> és nagyon-nagyon nagy szél. gondolom, hogy a a... és igen, onnan mitett onnan... a versenyre? Hát onnan egy, ö, egy 50 kilométerre volt a, a versenyhelyszín. Akkor ez dél. Nagyjából. Ö, igen, szerintem. Nagyjából. És mikor indul a... hogy zajlik ez a verseny? Hát ugye előtte jó pár órával már ott kell lenni, becsekkolni. Ugye ez egy, ez alapvetően egy 24 órás verseny volt. Tehát az útra mellett egy 24 órás verseny, tehát teljesített az útra távot, és mellette a fennmaradó 24 órában, ami fennmaradt időd, még hozzáadták azokat a kilométereket, amit te teljesítesz a 24 órában. Tehát, hogy volt az, 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 volt az, alap, az alap, az 50, az 50 km, km, így van. ami terepfutás, meg... Igen, hogyha... Hát ez az akadály, tehát akadályok az vannak, így van, meg terep, így van. Úgyhogy, és volt, aki ugye csak az ultrát vállalta be, de hogyha van kedved, akkor az a 24 órába, még amennyi belefér, azt te letolhatod. Úgyhogy, igen. hát ugye Előtte ugye egy-két órával megérkeztünk a nagy sátorba, ahol Ugye ágyak vannak bekészítve, lehet aludni, hatalmas nagy az egész rendezvény, rengeteg külföldi, tehát amerikaiaktól kezdve, hát egy világ, világ, világ elitje igazából az mind ott volt, és találkoztunk is nagyon durván, és nagyon-nagyon tehát hatalmas motiváció volt látni őket élőbe, hogy például együtt mentünk ki a rajthoz, uh -huh. egy lippbe, vagy egy sorba indultunk nagyon-nagyon tud motiváló lenni, és maga ez az élmény, hogy, hogy úristen, hát itt, itt vagyok. Úgyhogy mm. már ez maga adott egy olyan löketet szerintem, hogy, hogy, ezt, ezt hogy ott vagy, és ezt, ezt, csinálod, az neked, az neked egy ajándék. Aha. És ez hogy ez akkor aggol... <kül> reggel indult? <kül> Én úgy tudom, hogy ilyen tíz óra körül indultunk el, akkor még ilyen Két óráig világos volt, és akkor hát másnap tíz óráig tartott a verseny. És akkor ilyen nyolc tízig volt világos, akkor pont ilyen négy óra általában, és akkor elindultál világosba, két, hát olyan négy órát voltál világosba, és a húsz órát meg sötétbe mentél. Ja, akkor hát, utána az végig sötét volt? Az végig sötét, és akkor hát, ö, én ö, a 24 óra előtt, tehát én az én időm az ilyen 23 valamennyi lett, tehát hogy azt azt végig toltam. Végig toltad a 20, órát. Aha. 23 órát. Aha. És hány kilométer mentél? A... Nem sokat lehetett menni amúgy, ilyen, ilyen 75 kilométer körül a terep, a pálya, az nem nagyon engedte, hogy így nagyon sokat fussál, meg hát 24 óra után már, az 50 kilométer után is már azért volt benned annyi, hogy, hogy a körönként meg kellett, úgymond be kellett csekkolni, hogy megérkeztél, meg kellett állni, leellenőriztek, és utána volt lehetőséged eltölteni körök után egy 10 percet akár a sátorba, amit szerettél volna, ettél ittál, valaki lefeküdt aludni egy órát, és akkor folytathatta tovább a versenyt. Hogy, ha tehát nyilván, aki már valaha is sétált emelkedőn, az tudja, hogy milyen megterhelő. De ugye futni hidegben, meg ráadásul ugye ezek hogy zajlanak? Tehát, hogy vannak akadályok, de még emellett van a nőknek 25 kilós homokzsákot kell vinniük? A férfiaknak meg 50-et? Tehát vannak ilyen feladatok is? Vannak, vannak közben feladatok, ugye, tehát a, a részt, aki, aki ismeri, tehát ez pont azért arról híres ez a, vagy nevezetes ez a verseny, hogy, hogy akadályokkal van különböző akadályokkal, akár tényleg fallal, a súlycipeléssel, kötélmászással, egyensúly feladatokkal, memória feladatokkal. Ez benne a jó, hogy ha jó vagy futásban, és az akadályban, meg magadnak egy kicsit, tehát kihívás, hogy ezeket mind-mind teljesíteni kell. És akkor lesz az egész teljes hogy voltak benne ilyen akadályok. Hát ugye itt fokok voltak, tehát a homokzsák az alapból oda volt fagyva a, a talajhoz. Mert ott kezdődött a küzdelem, vagy az, hogy ha felmentél a helyre, az egy meredek jégfal volt fel is és le is, ugye. Tehát azzal is ugye meg kellett küzdeni, a sötéttel ugye, hogy nem láttál, nagyon baleset veszélyes volt, a, nagyon érdekes volt igazából, vagy, vagy tényleg, hogy hogy pótold a, a kajádat, az energiát, a vizet, tehát ez, ez mind-mind-mind hozzátartozik a versenyhez a 24 órába. És te hogy ezt, ezt csináltad? Tehát, hogy hogy, 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 csináltad ezt így végig? Mi, voltak, mi volt a taktika? Hogy lehet ezt, ezt kibírni? A taktika? Én szerintem az, az ott kezdődik el, hogy, hogy te fejben eldöntött, hogy, hogyha oda kijutsz, akkor neked azt végig kell csinálni az elejétől a végéig. <laughs> Pihenni majd utána fogsz. Neked neked azt meg kell csinálni, és amit tudsz, az bele kell adni. Nekem, én úgy gondolom, hogy ez plusz motiváció volt, hogy nagyon sokan támogattak, nagyon sok barát itthon, kül külföldről szurkolt, biztatott, tehát folyamatosan követtek, hogy merre vagyok, és ö, tényleg ez a támogatás, ez, ez egy hatalmas erőt adott. <laughs> kaptam tőlük, úgyhogy magamnak nagyon sokat akartam bizonyítani, hogy én ezt meg tudom csinálni. A, tényleg, tehát iszonyatosan fejben. Ha mondjuk a mai, úgymond, amiről beszéltünk ezzel a táplálék táplálkozással, a, a, vízzel, tehát annyira belehet, lehet, úgymond, építeni és tervezni az egész 24 órát, hogy mikor egy sótablettát veszel be, mikor eszel egy komolyabbat, vagy, vagy mikor eszel egy műzli szeretet. annyira meg lehet tervezni, és, és, nagyon jól sikerült az egész, hogy így folyamatos, tehát energiával nem volt gond. A, a mik voltak a mélypontok, és mik okozták ezt? A mélypontok? Talán a hajnali utolsó körök, amikor már már nagyon fáradt voltál, ugye nem aludtál, most már azért az energiaszinted is lejjebb ment, most már igaz, csak a lábad vitt előre. Ö, folyamatosan ö, ugye hidegben voltál, arra nagyon kellett figyelni, hogy azért ö, ne fagyják ki, ugye nagyon sokan a pályán maradtak, például akik, akik nem bírták tovább, feladták, ö, hipotermiások lettek például, ö, vagy tényleg megsérültek, úgyhogy hát ezeket mind-mind fejben nagyon le kellett küzdeni, de az utolsó-utolsó körök, amire azt mondom, hogy, hogy főleg az utolsó előtti kör, ami, ami tényleg az, az szétfagytál, éhes voltál, de még van időd, menni kell. Mekkora egy kör? Egy kör kint 7 kilométer körül volt. Ezt amúgy átlát, át lehetett látni szemmel? Tehát láttad a futó embereket? A... Igen, nagyjából a főleg, hogyha felmentél az egyik hegyoldalra, ahol volt a pálya része, akkor onnan, hogyha lenéztél, akkor láttad a pálya másik részét is lehetett látni, ahogy haladnak az emberkék. És az 50 Ugye. km teljesítése után is voltak feladatok? Tehát ugyanúgy akadálypályát kellett ugyanúgy. futni? Ugyanúgy azt a pályát kellett Azt a pályát azt kellett a pályát kell futni, aha. Uh -huh. Ugyanúgy. És ott uh, mik, a, milyen, milyen, mik az akadályok? Mászás volt, például kötélmászás, vagy hát igazából egyensúly, cipelés, kárgó például, ilyen, tehát az is ilyen átmászós hálós. Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb akadályokat tették ki, mert ugye a legnehezebb körülmények voltak adva, minél kevesebb legyen a sérülés, tehát nem az volt a lényeg, tehát annyira, de legyen benne akadály, de bőven elég volt főleg ezen a kis pályán, ugye egy 7 kilométeres pályára nem lehet olyan sok akadályt tenni, de, de azért volt a dardától kezdve a mászás, multiring, tehát az, az mind, mind az alapakadályok, azok mind, mind, ott voltak. Akkor Ahogy ezek lényegében, amiket látunk a katonai alapkiképzésen, ezek azok az akadályok? Onnan indul szerintem az egész, úgyhogy nagyjából igen. Valószínűsíthetően, és akkor ezeket kell abban a nagyon hidegben, sötétben végig, és ezek ki vannak, gondolom, ki volt világítva a pálya? Nem. Ja, és akkor megszokta a az szemed, akadályok, is, az akadályok, az akadályok ki voltak, voltak világítva, világítva, így van, és akkor egy-egy szakaszt, amit, amit beláttál, ugye, hát saját fejlámpáddal, de tehát többen voltunk a pályán, tehát egymást láttuk, tudtuk követni. A, a nagyon olyan részeknél, ahol tényleg nulla, azért ott volt egy-két ilyen jelzőfény leszúrva, de nem lehetett eltéveszteni, tehát hogy világosba bejártuk. A hideggel, hogy küzdöttél meg? A hideg volt a legnehezebb, szerintem. Ö, mozogni kellett folyamatosan. Tehát, hogyha ha sétáltál, akkor is mondani kellett magadnak, hogy, hogy mozogjál, fussál, lassú futást legyen, tehát mozgass mindenedet. Hát az, az, az főleg ugye a, a 20 óra után ott már érezted tehát a csontjaidba, hogy nagyon-nagyon átfagytál. A verseny után ő, mondhatni egy-két -egy óráig csak remegtem például. Az hát ilyen mínusz öt fok körül volt? Hát ez, hát az volt a legmelegebb szerintem. Az volt legmelegebb. a legmelegebb, akkor inkább egy tízes. Mínusz tíz, tizen, aha, tizenkettő. Úristen. Tehát akkor sötét, hideg és veszélyes tereptárgyak. Minden, minden, minden. Ez így <laughs> <laughs> És hát, hogy lehet? ilyen körülmények között 24 órát egyáltalán fent lenni? Hogy, hogy, lehet 24 órán keresztül mozgatni a testedet? Mert hogy, hogy, azért, hogy akik nem sportolnak, nem tudják elképzelni, nyilván, hogyha kimész mínusz 10 fokba, és ott állsz egy 10 percet, már nagyon sok ember az, is kihívás, és emlékezetes. Uh -huh. Emlékszem, egyszer kimaradtál, nem jött a busz, ez mínusz 12 volt. <laughs> Ez, ez azóta is. Vagy... Ja, azóta az is emlékszem. Igen, igen, igen. Azért nagyon jó kis péci voltunk, tehát ilyen termó cuccba, meg lefel lehet szépen rétegbe öltözve, kezd az, az, nagyon kellett. Tényleg egy nagyon, nagyon, jó ruha, hogyha megvan, ami, ami tényleg szél, szélálló, kicsit vízálló, az nagyon-nagyon tud segíteni. És vittél váltóról kellett váltani? Vagy mert itt ilyenkor ugye azért, nem nem tudom, tehát hogy 24 órát töltesz egy cipőbe, az nem oldja le a húst is a csontodról? Egy idő után? Vagy ha, ilyen probléma nem volt? Ilyen probléma nem volt, tehát ö, annyira azért, de ö, tehát ugye mi nem csak hóba, tehát nagyon vizes volt a lábad, ugye, mert mocsarakba keresztül mentél azért ö, patakon. Tehát egyből egyből úgy mentünk, hogy tehát vizes cipővel mentünk végig. Végig vizes volt a cipő? Hát persze. <laughs> persze. Úgyhogy, De hogy nem lett ebből az... fagyás is Hát a mozgás, a mozgás miatt, miatt? illetve tehát annyi különbség volt, hogy tehát ugye a teli vannak ilyen termálforrásokkal. A pálya egyik vége például az, az full ilyen termálos gyepszűnyeges, forrásos, nagyon jó volt, kellemes volt mondhatni, nem volt olyan hideg, míg a másik fele, ugye az, az a tényleg a, a jég, a hegy, ami arról szólt, hát tényleg átmentünk egy másik világba pályán belül. Csodálatos volt amúgy. És néha, amikor bementél ebbe a melegedőbe, a sátra, amikor átmentél, akkor jól esett az a kis meleg, viszont az a, az a tíz perc, az bőven elég volt arra, még egy kicsit átmelegedjél. Meg, meg mozgattam a lábújjal. <laughs> ne vagyjon. Akkor a, egy. Mentálisan, hogy, hogy tudod magadat tovább tenni? Tehát hogy, hogy tudod magadat a ból B-be, ötről a hatra? Hát az egy alap, szerintem így, így, nekem ez a alaptípusom, hogy ha van egy feladat, akkor, akkor van vége, ha az kész van. Legyen bármilyen feladat, tényleg és nekem ez így, így, bennem van, hogy nekem ez addig kell menni, amíg, amíg bírod, amíg nem esed össze például. Aha. Nem lehet feladni. Aha. Akkor te toltad, toltad, toltad Én, magad. én addig, amíg, amíg tényleg, tehát hogy, hogy megyek, 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 mert, mert menni kell. Aha. Aha. Hát ez óriási kívás. És akkor ezt mikor derült ki, hogy megnyerted? Ott egyből, ahogy befutottál? Nem, nem. Vannak ugye ilyen eredmények, amit meg lehet online nézni, és akkor bementünk. Én nem szoktam sosem megnézni az eredményeket, amúgy, hogy jó, egy kicsit rendbe teszem magam, kicsit lepihenünk, és akkor na, utána nézzük, hogy mi van. De, de a Facebookra felmentem, és ott folyamatosan a srácok ugye a csapatból, hát ott tették fel fel az eredményeket, és akkor a végeredményt is ők feltették már hamarabb, mikor én tudtam, úgyhogy meglepetés volt számomra is. Aha. Te, vagy az, te vagy az első Magyarországról, aki egy ilyet megnyert, nem? Hmm. Nőként. Vagyis én még nem hallottam. Nem tudom, tehát így nem, nem annyira, tehát mert mondom, tehát ez egy open kategória. Uh -huh. Tehát én elindultam volna szívesen egy, egy profi kategóriába, de az már plusz. 150 dollár lett volna, de valakinek nem nagy pénz, de illetve az első ilyen versenyemben úgy gondoltam, hogy nem kell egyből a tehát max határokat feszengetni, hanem próbáljuk ki magunkat. Mert a profi az még durvább? Ö, igen, tehát ott azért egy kicsit más szabályok vannak. Uh -huh. Ott ö, a büntetőket például ott leszámolják neked, tehát ö, más szabályok voltak, igen, a, a profiknak. Mert hogyha a profiban hogy hogyha valamit majd nem tudod megmászni a kötelet, akkor van a büntető, és ott áll valaki, Amúgy aki leszámolja. Mindenkinek, mindenkinek van büntető, de most itt ezen a versenyen úgy volt, hogy ha profiknál valakinek nem sikerül valami, akkor ugye azt, a, amikor beérkezett, teljesített az egész kört, hogyha három felt nem sikerült, akkor neki azt ott le kellett büntiznie egybe. Uh -huh. A amatőrben nekünk annyi volt, hogy amíg akadálynál nem sikerült valami, ott helyben megcsináltad. Uh -huh. És akkor így, aha. Uh -huh. wow. Hát ez érdekes, ez. Gratulálok. Köszönöm, mert ez ez óriási Köszönöm. kihívás. Voltam Egy úgy már. Élmény. Ilyen kihívás az életedben? Ilyen. Ilyen kihívás, aha. Szerintem ennyire komoly még nem. Uh -huh. Akkor ez volt úgy valahol a csúcsa? Ez nagyon, <laughs> ez nagyon adta, mondhat Csinálnál még egyszer ilyet? Mindenképpen. Uh -huh. Ne kivágnám még egyszer egy ilyennek? Gondolkozok is rajta mindenképp, tehát hogy mikor tudok eljutni egy versenyre. Itt a vírus helyzet miatt most sokkal nehezebb kijutni egy-egy külföldi versenyre, de már a, remélem, hogy a következő szezonban már tudok menni. <laughs> ugye, te testnevelés tanítasz, igen, igaz? Igen, igen. A... Én amikor ugye, ha, ha visszagondolok, a... Az oktatási rendszerbe eltöltött éveimre nagyon-nagyon-nagyon kevés volt az a testnevelő tanár, vagy ugye általánosságban is az a pedagógus, tanár, akire úgy ténylegesen fel tudtam nézni, tehát hogy példa volt a tetteivel, de hogy te meg abszolút ilyen vagy. Tehát, hogy a tesi tanárok között egy nagyon jól csiszott gyémánt. Köszönöm szépen. Mármint, hogy, hogy amiben lehet, te megmérettettél, te a határaidnak a maximumára elmentél nagyon sok kategóriába, mert hogy ugye még arról nem is beszéltünk, hogy te minden mellett crossfit is. Igen. <laughs> én mindent is, igen. Tehát amit én tudok csinálni, azt, azt nagyon csinálom. Visszatérve azért egy kicsit lehet, hogy nem minden testnevelő tanárnak van lehetősége, akár egészségügyi problémája, vagy tényleg családi háttér, aki megtehette volna, vagy, vagy tapasztalata. Uh -huh. Például ugye egy kisebb faluba az, hogy, hogy milyen lehetőségekre lehet eljutni internet, vagy bárhol utána nézni. Tehát igaz, meg kell keresni mindenkinek, tehát ugyanúgy az én feladatom is, mint mindenki, de emellett mindenképp kell azért egy, 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 hival, egy, egy szeretet. Az, hogy, hogy te ezt, ezt bevállalod, megcsinálod, és ne szígyeld azt, hogy, hogy, hogy te részt veszel ezen, vagy, vagy a gyerekekkel ezt, ezt le tud ülni, és, és megbeszélni. És a legfontosabb, hogy látják rajtad, hogy, hogy, hogy tényleg hát ő is megcsinálja, meg tudja csinálni, akkor valahogy ezeket közvetíteni. <hül> ez, ez nálam szerintem így, tehát én nekem nagyon jó tesi tanáraim voltak. Én nagyon jó példát kaptam, nem is teljesen a sporterén, hanem mint emberek. Uh -huh. Nekem ez fontos volt. És szerintem tőlük nagyon sokat tanultam, hogy hogy mi az, amit, amit a legjobban lehetne a gyerekek felé közvetíteni. És így, hogy ez a, a sport és így, hogy ez az emberség így össze van gyúrva, így nagyon-nagyon könnyű dolgom van a gyerekekkel is. Hogy látod több több sikert tudsz elérni azáltal, hogy, hogy igazából látják, hogy, hogy, te az vagy, ami. Tehát, hogy te ténylegesen ugye nem csak uh, uh, vizet prédikálsz, uh -huh. hanem, hogy te ténylegesen az vagy, uh, amire az életedet tetted fel. És könnyebb így eljutni gyerekekhez, vagy látod ennek előnyét? Én, én amit látok, és amit tapasztalok, az, hogy Sokkal a gyerekek tényleg sokkal érdeklődőbbek, sokkal, sokkal felnéznek, tényleg egy ilyen ö, tanára, úgymond, vagy emberre, teljesen mindegy, hogy kire, hogy én látom rajtuk, hogy tényleg alig várják, hogy csak hogy mondjál valamit egy versenyről, tapasztalataidat, vagy, vagy mutassál valamit, hogy, hogy hogy ez hogy néz ki ö, emellett. Elfelejtettem, amit akartam mondani. <laughs> hát, hogy ugye arról, arról beszéltük, hogy egyszerűbb -e így oktatni, egyszerűbb -e Igen. eljutni a gyerekekhez, úgy, hogy, hogy azért te, te reggelig tudnád sorolni. Uh -huh. Sokkal-sokkal egyszerűbb. És én amire így büszke vagyok, az, hogy nagyon sok tanítványom követi ezt a példát. Hogy ők belállnak a sportba, a sport elén találják meg, hogy hogy ők, hogy ők jók, de és nagyon sok tanítványom tényleg akár a küzdősport, a crossfit, a futás terén, tehát már most-most olyan szinten vannak, hogy, 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 büszke vagyok, hogy, hogy annó beszélhettünk, és megmutathattam nekik ezt. hogy látod a testnevelés oktatás most a közoktatás terén? Mert hogy ugye ez mindig egy ilyen furcsa periféria volt a szinte ez nyilván az én tapasztalataim, de hát olyan szinten megragadtunk, hogy bedobnak egy labdát játszatok. Tehát hogy um, valahogy nem volt kihozva a testnevelésből az a fajta kapacitás, amire talán ezt az egészet beépítették. Erről mik a gondolataid? A gondolataim. Hát ugye, mint testnevelő tanár, tehát tisztában vagyok a. Majd rendekkel, mai tananyagtól kezdve, a, tényleg az egész testnevelés körre, témakörrel. A, amit látok, az, hogy nem sok tanár próbál elrugaszkodni a mai világ felé. Megmaradnak sokan a, a régi kis mentalitásban. Nagyon, be, nagyon sok minden bejött azért. Nagyobb a felelősség. Tehát Sokan nem vállalják a felelősséget tényleg, hogy nehogy kárt okozzanak, megsérüljön valaki. Nagyon-nagyon benne van. Nagyon elmarad az infrastruktúra, nagyon sok ö, tornateremben. teremben. Tényleg nagyon kevés a kolléga, a testnevelő, a jól képzett testnevelő, uh -huh. amit hozzá kell fűzni. A, a gyerekanyag nagyon-nagyon sokat változott tényleg, és nem olyan hosszú idő óta. A, nagyon komplex, összetett a dolog. És ö, sok olyan információ van, ami tényleg felesleges lenne, de meg kell csinálni. Nem, nem mondhatnám azt, hogy ténylegesen a, a, sport a sport irányába megy el. <gül> <gül> nem vagyok tényleg szakember, én is csak azt látom, ahol benne vagyok, amit tanítok, amit csinálok, de, de ezt egy kicsit okosabban és szerűbben lehetne csinálni, mert nagy szükség van rá. Igen. A nagyon, nagyon abba az irányba megyünk, ugye, hogy a kényelem, meg ugye ez a fajta luxus már annyira ellustítja a társadalmakat, főleg itt a nyugati társadalmat, hogy hát most már azt látjuk, hogy a, a fiatal, már, a, már a, tíz év, a tíz év alattiaknál is megjelenik az elhízás, már, már, már megjelennek az egészségügyi problémák első fázisai. Bizony, tehát hát ez mondhatni, hogy az online világ is, de, de amiben mi beledneveljük a gyerekeket, mi kevesebbet adunk vissza azért, hogy, hogy egy prevenció legyen, egy megerőzés. Sokkal kevesebbet adunk, és sokkal több olyan dolgot adunk számukra, ami, ami tényleg egészségtelenebb. És ez a kettő nincs kontrollba, akkor elmegy a, abba az irányba, amiben nem kéne. Igen, szerintem nagyon sok ember nem realizálja azt, hogy ugye maga az emberi test az nem nem a pihenésre lett kitalálva. Tehát, hogy a, nyilván a pihenéssel visszatöltött, hogy egy nagyobb teljesítményt tudj leadni, de hogy mostani életünk szinte már csak a pihenésről szól. Tehát, hogy egy átlag városi ember kevesebb, mint három kilométer gyalogol naponta. A többit üléssel és fekvéssel tölti. Viszont ugye a bevitt kalóriai értékek pedig ilyen megháromszorozódtak az elmúlt 60-80 évben úgy, hogy eltűnt a mozgás teljesen. Tehát három kilométer sét az, az pici. Az igen, tehát az, az semmi. Végigmész a szóval szupermarketten kétszer is. Az két harapás a a kövöl. <laughs> igen. Nagyon-nagyon furcsa, és nem is az, hogy furcsa, tehát a, nagyon sok ember tényleg túl van hajszolva, tehát le van terhelve de, de emellett én, 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 is javaslom azt, hogy tényleg inkább menjenek, kocogjanak, menjenek, bringázzanak, és menjenek, tehát nekik meg kell találni azt, hogy, hogy a mozgás, az, hogy egészséges környezetben vagyok egy kicsit, és teljesen más, hogy viszonyulunk egymással, akár a párommal, tehát, hogy, hogy boldogságot tud hozni. Abszolút. Tehát én, én tényleg én javaslom is, hogy, hogy ha kezdődik egy jó sorozat, hagyja ott ezt a sorozatot, menjen sétáljon egyet, vagy, vagy bringázon egyet. És lehet, hogy sokkal jobb szellemi felfrissülést fog utána kapni, mint hogyha otthon marad. A lustaság amúgy egy nagyon ördögi spirál, mert hogy ugye alapból magából a lustaságból már ugye következnek olyan szokások, amik mind-mind lustává tesznek. Tehát ugye a tévézés, a túlétkezés, a, 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 ugye magának már az izzadásnak a kerülése, ugye a, a kellemetlen érzetek, tehát esetleg egy fáradtság, fájdalom, mi, mindennek a kerülése, és igazából ez odáig vezethet el, például amikor mondjuk egy ember nagyon elhanyagolja az étkezését, hogy olyan szinten felborul az anyagcsere folyamata, hogy utána nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz visszaállni. Én például ugye a tanítványaimnak, én azért mondom, amikor ellátom, hogy elkezdenek, mondjuk, és most ugye a Covid alatt nagyon megindult az elhízás, uh -huh. és, és hogy, hogy azért szólok minél hamarabb, mert ha gyerekkorban már megjelenik az elhízás, nem is kell nagyon sok, 5-6 kiló, az ugye hormonálisan is megváltoztatja őket mert hogy ugye ezek a zsírok, ugye főleg a zsigeri zsírok hormonokat is uh -huh. váltanak ki, és mondjuk egy fiúnál a női hormonok, amikor azok emelkedett szintben vannak, azok nem feltétlen jók. És ugye aki gyerekkorában súlyfelesleggel küzd, utána nagyon-nagyon nehezen Igen. tudja majd tartani a súlyát. Végig, és ebből lesznek problémái, tehát akár érzelmi, vagy, vagy tényleg szervi problémák. Igen. Mert ugye nem csak az esztétikumról beszélünk, tehát hogy, de amúgy az is nagyon-nagyon fontos lenne. Tehát például nagyon nehéz a párválasztás időszak előtt állnak azok, akik ilyen 14-16 évesen plusz 20-30 kilókkal küzdenek. Tehát, hogy ott, ott probléma lesz. Nehézkes lesz. Nehézkes lesz. És ezt most már azért látjuk. azért Én emlékszem, hogy még az én osztályom, az egész iskolában volt egy olyan, aki nem 20-30 kiló volt, hanem egy ilyen 8-10. Uh -huh. Egy egész iskolába. Nehéz szerintem a mai gyerekeknek akár csak megtalálni azt a sportágat, ahol ők, ők jól érzik magukat, és szívesen elfogadják, és, és minden edzésen részt vesznek. Ez a legnehezebb nekik. Egyrészt akár mondhatni, hogy túl. Nem az, hogy túl sok a választási lehetőség, mert nem. De, de valószínű, hogy egy, ugye egy jó család is kell hozzá, ami, aki megmutatja, az, hogy vagy, vagy segíti, támogatja bármibe is. De emellett az iskolákban is lehetne azért több ilyen lehetőség, ami, ami a gyerekeket orientálja a sport felé. Csak hogy ilyen téren a, a az oktatás is le van maradva. A, azt, én azt látom, hogy a, már most a gimnáziumok és a főiskolák, egyetemek ott minden meg van adva. Ahol a leg, legnagyobb szükség lenne, hogy elkezdjék a mozgást az általános iskolák, ők vannak a legjobban elmaradva. Legutóbb írtam egy tanulmányt a, az északi iskolákról, ott fordítva van. A, általános iskolások kapják meg a legnagyobb fejlesztés a sport területén mindent, bármit egy iskolába bemész, és olyan, tehát bármit a gyerek szívesen csinál, a testnevelés órát olyan környezetet tud tartani, hogy élvezze a gyermek. Itt Magyarországon fordítva van. Úgyhogy már, már, itt kezdődik, hogy, hogy nagyon nehéz a gyereknek ezt úgymond kialakítani, az, hogy kialakuljon ez az életmód magába, vagy, vagy, így, ahogy a táplálkozás irányába, ugye, tehát, hogy nem, tehát annyira meg vannak kötve az emberek, tehát nem, nem tudják, nincs lehetőségük tényleg az egészséges táplálkozás irányába elmenni, holott, tehát nem, nem, is kerülne sok pénzbe. Csak, csak ugye egy kis észsel, tehát ügyesen, csak akarat kell hozzá, ennyi. Hát nem egyszerű, nem egyszerű korszakban vagyunk most. Annak ellenére, hogy amúgy talán ilyen létbiztonság még talán hát a leírtak alapján egyik történelmi korban sem volt ilyen igen, széles igen, rétegnek. Igen, igen. Tehát, hogy azért oké, okay, hogy az elhízásról beszélünk, de azért mégiscsak elhízás és nem éhezés. mégis, mégis, mégis igen. Tehát, hogy most van az első olyan korszak, ahol a szegények is elhízhatnak. És ugye nem az éhezésről beszélünk. Nem, 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 nem. Hát a... Mik a jövőbeli terveid? A mondjuk a közeljövőbeli víziók. Uh -huh. Hát ugye a tanítás mellett mindenképp a sport mellett foglalkozok. Én most... Gyerekeknek tartok sok edzést, felnőtteknek sok edzést, amit, amit szeretnék egy kicsit akár magasabb szintre, és akár itt tényleg belevinni, tényleg az egészséges életmód, egy életmódváltást. Nagyon sokat hallunk ezekről, de én úgy gondolom, hogy nem annyira elérhető sok ember számára. És amit látok, az, hogy ezek mind-mind külön, külön kis pontokba tudnak megvalósulni. Itt ritka az, ahol ahol ez, ezt így egybe lehetne az egészet. Ö, terbe van az, hogy tényleg gyerekekkel foglalkozni, kicsit komolyabban. Saját versenyzésem, ami terbe van, ugye, jó, azért oda kell figyelni, de, de mindenképp, tehát a sport az, ami, ami az kell nekem. Akkor ez végig fog kísérni. Valószínű. Nalig várom, hogy 60 évesen kis bottal én még fel a hegyekre és le a hegyekre ez abszolút realitás most már. Tehát látjuk, hogy már ilyen 70-75 évesen is nagyon aktív durvá. Sporton, nagyon, nagyon. Sőt, nagyon. vannak, akik ilyen De... futnak 60-70 évesen. És a legjobb korban vannak, legjobb teljesítményt tudják hozni. Igen, hogy akkorra De... érnek be valahogy. Igen, igen. Tudatilag, testileg. Elképesztő. Igen, no. már ez, egy, ez egy jó kis cél nekem is. Na hát én kívánom, hogy ezek a célok öltsenek testet, majd Köszönöm. ott akkor a 20-30 éves távlatban is. Igenképp. Köszönöm, hogy itt voltál, Inci, hogy én és uraim, rá rácinént hallották. Köszönöm szépen én is a meghívást, és hát sziasztok, jó sportolást mindenkinek. Így van, ciao.